Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket ezen a mezőgazdasági fórumon, amelyen az aratási, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat, illetve a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos szabályokat, valamint az előírt irányelv és annak ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalókat tekintjük át. A nyár a betakarítási munkák időszaka a mezőgazdaságban, ezért szervezte a napokban tájékoztatóját a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A konferenciára a gazdálkodókat, gazdálkodó szervezeteket invitálták a paksi kirendeltségre. Munkagépeket ellenőrizni kell a betakarítási munkálatokat megelőzően, éppen azért, hogy tűzveszélyeségi szempontból ne okozhassanak semmilyen problémát, tehát hogy az aratás, illetve betakarítás kapcsán ne keletkezzenek tüzek. Ezért ezt egy szemle keretében erről meg kell győződni, hogy a munkagépek megfelelnek az előírásoknak, erről egy jegyzőkönyvet kell készíteni, és a jegyzőkönyvet mindenképpen el kell helyezni magán a munkagépen, illetve a betakarításban résztvevő gépen. Ennek keretében kell meggyőződni ugye arról, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfelel mindenben ez a munkagép. Nyilván nem szabad dohányozni a munkavégzés közben, stb. Tehát ezek az általános érvényű szabályok azok most is érvényesek természetesen. Előzetesen három témakört jelöltek meg a szervezők, így a veszélyes áruk szállításáról, a betakarítást megelőző tűzvédelemről és jogszabályi előírásokról, valamint az EU nitrátos ellenőrzések tapasztalatairól. Stingli József, a Földvári Gabona Kft. Műszaki vezetője minden évben részt vesz a tájékoztatón. Azt, amit be kell tartani, ezt megpróbálnak. Tehát tűzoltókészülék érvényessége, gépek, gépszemlék, stb. Ezeket megcsináljuk, bátran állunk az ellenőrzésre. Nem egy esetben van ellenőrzés, hála Isten, apró pénzt még sose fizettünk. Ami új dolog egy-két éve, az a kis mennyiségű üzemanyagszállítás, ADR engedélyek, stb. Erre is van kiképzett emberünk, aki részt vett a folyamán, papírja van, szállító üzemanyag tartályról papírunk van, tehát elméletileg ismét azt mondom, hogyha ellenőriznek, akkor készen állunk. Az ellenőrzések egész évben folyamatosak, a bírságok olykor magas összeget is elérhetnek, a mostani összejövetel célja is a megelőzés volt. A gazdák azonban egyre felkészültebbek. A megyei katasztrófavédelmi kirendeltség, ahogy eddig is, a jövőben is szervez hasonló fórumokat polgári védelem, iparbiztonság vagy a társasházak tűzvédelme témakörökben.